A brit birodalom a valaha létezett legnagyobb kiterjedési birodalom volt. Kialakulása a 16. században kezdődött a nagy földrajzi felfedezésekkel, és fénykorában majdnem szó szerint a félvilág hozzátartozott. A csúcson összesen 36 millió négyzetkilométeres területtel rendelkezett, tehát az egykori Szovjetuniótól is másfélszer nagyobb volt. De hogy egy igazán megdöbbentő számot mondjak, a bolygó összszárazföldi területének kereken 23%-án volt brit uralom, és a föld lakosságának a negyede a birodalom polgára volt. Azt hiszem, ezek után nem csoda, hogy az angol a mai napig világnyelv. A II. Világháború után azonban elkezdett széthullani az egész, szép lassan elkezdtek kiválni és függetlenedni egyes területek, mint például Ázsiában India, Burma, Szingapúr, stb. Aztán Afrikában Gána, Kenya, Zanzibár és egyebek. Utoljára nem is olyan régen, 2020. novemberében Barbados vált ki a brit birodalomból. Ezek után az eredeti 53 helyett már csak 14 olyan terület van, amik ugyan nem képezik részét az Egyesült Királyságnak, de annak szuverenitása alá tartoznak. Ezek Anguil, Bermuda, ciprusi katonai támaszpontok, Turks és Caicos szigetek, Pitcairn szigetek, Kajmán szigetek, Monsterrát, Szent Ilona és Tristan da Cunha, Gibraltár, Falkland szigetek, Brit Virgin szigetek, Dél-Georgia és Dél-Sandwich szigetek, Brit-Indiai óceáni terület és végül a Brit-Antarktiszi rész. Ha ezt az utolsót nem számoljuk, akkor összesen 18 000 négyzetkilométerről, tehát egy nagyjából Szlovénia nagyságú területről beszélünk. Ha az antarktiszi részt is bevesszük a buliba, úgy mindjárt más a helyzet, mert csak az önmagában 1 700 000 négyzetkilométer, tehát mindent összeszámolva egy körülbelül Líbia méretű dolgot képzeljetek el. A felsoroltak között egyébként nagyon sok érdekes hely van, közülük több is pályázik a világ legelszigeteltebb helye címért. Ilyen például Tristan da Cunha, ami egy 11 km átmérőjű és 2000 méter magas vulkáni kúp a csendes óceán közepén. 271 fő lakik itt, és gyakorlatilag mindenki rokona mindenkinek. Afrika 2800 km-re található, Dél-Amerika pedig 3660 km-re fekszik. A legközelebbi szárazföldés település a 2460 km-re északra lévő Szent Ilona szigete. Erről meg azt érdemes tudni, hogy Napóleon II. És egyben végleges számüzetésében itt engedte napjait haláláig, egészen pontosan 1821-ig. A Longwood House, ahol élt, a mai napig áll. De vissza az elszigetelt témához, és nézzük a Pitcairn szigeteket. Az egész négy szigetből áll a csendes óceán délkeleti részén több mint 5000 kilométerre bármilyen érdemi szárazföldtől, mint például Dél-Amerika vagy Új-Zéland. Ráadásul a négy szigetecske is rettenetesen messze esik egymástól, a két legtávolabbi között majdnem 600 kilométer a távolság. Egyetlen település van, ami egyben a főváros is, ez Adamstown és 50 ember lakja. Ezzel övé a világ legkevesebb lakosú fővárosa cím. Az 1800-as évek közepén majdnem 200-an éltek itt, de mára olyan szintű az elvándorlás, hogy ma már ingyen telket adnak annak, aki itt akar letelepülni, bár még így sem tolonganak az emberek, főleg miután a hely megközelíthetetlen. Reptér vagy valamilyen kifutópálya nincs, így csak a vízen megközelíthető, de az 5300 km-re lévő új-zélandi Aucklandből is egy hét a hajóút ide és 2000 dollár a jegy. Francia Polinéziából lehetséges még az átjutás, de onnan is két nap az út. A szigeten hagyományos értelemben vett munkahely nincs, a hely önellátása van berendezkedve, meg az anyaország segélyei tartják el. Végezetül ugorjunk a Karib térségbe Monsterrátra, ez egy 100 négyzetkilométeres, azaz 1/5 budapestnyi vulkanikus sziget. Az egész feljegyzett történelemben soha semmilyen vulkani aktivitás nem észleltek itt egészen 1995-ig, amikor is a tűzhányó minden előjel nélkül kitört. Ez olyan jól sikerült, hogy a sziget déli része gyakorlatilag lakhatatlanná vált és elpusztult a Plymouth nevű főváros is. 12 méter vastag hamuréteg borította be, végül a sziget komplett lakosságának a felét kitelepítették. Plymouth egyébként azóta is lakatlan, sőt hivatalosan még mindig főváros, éppen ezért az övé a nem túl jól csengő, a főváros, ahol egyetlen ember sem lakik cím. Hivatalosan nem látogatható, az egész déli rész egy elkerített no-go zóna, ahova tilos belépni.